Dia! És! Edi! Jó, Edi! És! Keresztmozgás! Gyere már, Dia! Edi! Go! Szeptember 13-án látott napvilágot a hír, miszerint a Ferencváros női labdarúgó csapatának irányítását aranylabdás klublegendánk fia, az 1995-ös BL Fradi oszlopos tagja Albert Flórián veszi át. A szakember nem volt könnyű helyzetben, hiszen elődje Vágó Fanni 4 éven keresztül szerepelt zöld-fehérben, és 2021. szeptembere óta játékos edzőként látta el feladatát, így hosszú ideje a keze alatt formálódó csapatot hagyott hátra, amely ráadásul a szeptember elejé csalódást keltő BL-selejtezős búcsú után mentális mélyponton volt. Ez úgy alakult, hogy én befejeztem a BKV-ba 2 év után az edzőséget, ezt szerettem volna helyezkedni utánpótlásba, mondtam, hogy 10 év után szeretnék visszajönni esetleg a Fradiba, hogyha van rá lehetőség és szükség van a munkámra. És történt ez a krak a szegény lányoknak, hogy nem sikerült megint a BL-be jutás, és akkor engem beivatott az elnök úr, a Nyíri Zolival, és azt mondta, hogy mit szólnék hozzá, hogyha női NB1-es csapatnak lehetnék a vezetőedzője. Egy nap gondolkodást kértem, megbeszéltem otthon a családdal, kimentem a temetőbe, kértem egy ihletet édesapámtól, és másnap igent mondtam. Ha edzőváltás van, akkor ez mindig egy nehéz időszak. Főleg sajnáljuk, hogy azért alakult így, mert sajnos sikertelenül szerepeltünk a Bajnokok Ligájában, és ez most nagyon nagy cél lett volna mindenkinek, hogy sikeresek legyünk, úgyhogy nyilván nagyon magunk alatt voltunk, és nagyon szomorú volt az egész csapat, az egész stáb, hogy nem sikerült a Bajnokok Ligájába tovább jutni. Aztán megérkezett hozzánk Flóri. Azt gondolom, hogy az első hetekben igazán nehéz dolga volt, mert akkor még eléggé mentálisan olyan állapotban volt a csapat, hogy ott volt még mindenkinek a fejébe a váltás, az, hogy nem sikerült újra a Bajnokok Ligája, és hogy megint nagyon sokat kell dolgozni, hogy egyáltalán lehetősége legyen a csapatnak ott szerepelni. De azt gondolom, hogy ismerkedünk, hogy hétről hétre könnyebb, ő is jobban ismeri az egész női labdarúgást, megismeri az ellenfeleket, megismeri a játékosokat, úgyhogy azt gondolom, hogy szépen haladunk. Már rögtön az első és a második meccs után mondtam, hogy nem az, hogy nagyon jó helyre jöttem, azt mindig tudtam, hogy a Fradi az jó hely, illetve persze egy Fradinak nem szabad nemet mondani, mivel én is itt nőttem fel, jövőre lesz 50 éve, hogy engem leigazolt a Ferencváros, és meglepődtem, hogy ez egy milyen jó csapat, egy összeszokott csapat, amivel lehet eredményeket elérni, egy kicsi másfajta munkával, egy kicsit más filozófiával. De miben hozott leginkább változást az új szakvezető érkezése, és milyenek voltak az első közös élmények? Flóri ugye a férfi labdarúgásból érkezett, mi vagyunk az első női csapata, úgyhogy azt gondolom, hogy sok olyan módszert vagy elemet hoz be hozzánk, amit a férfi labdarúgásból emel át. Ez egy részről szerintem jó, és ebből sokat tudunk majd kamatozni. Úgyhogy tényleg ez a, ha kell, akkor felemeli a hangját, ha kell, akkor viccelődik, úgyhogy azt gondolom, hogy így halad szépen tényleg a közös munka. Azért mindig azonosulni kell a klub filozófiájához, tehát a Fradi filozófiájához. Hál' Istennek, mivel én ebben nevelkedtem gyerekkorom óta, nagyjából tudom. Tehát ez a támadó futball, a kreatív futball, a látványos futball, nézőcsalogató. Tehát az, hogy szerethető legyen a csapat. Nálam ezek a legfontosabbak, és ezekbe kell belerakni azokat a kis fűszereket, amitől ez valószínűleg megvalósulhat a későbbiekben. A lányoknak a mentalitása, a hozzáállása, az meg példaértékű, tehát van, amikor azt tudom mondani, hogy akár egy NB2, NB3-as fiúcsapat is megirigyelhetne, hogy a lányok edzenek, és ahogy hozzáállnak az edzésekhez és a munkához. Minden edzés előtt van egy kis beszélgetés, igazából ugye átbeszéljük, hogy mi lesz az adott edzésen, illetve a hét elején beszélünk a hétvégi meccsről, mindenki véleményét meghallgatja, mindenkit meghallgat, hogy ő hogy élte meg, mi van benne. Azt gondolom, hogy amúgy ezek a beszélgetések ezek segítik azt, hogy igenis egymás előtt felvállaljuk a dolgot, igenis egymás előtt elmondjuk, hogy ki mit érzett, úgyhogy ezek szerintem segíthetnek ebben a mentális részben is. Az eredmények egyelőre több, mint bíztatók. Albert Flórián irányításával a csapatnak 8 meccsen 7 győzelem és 1 döntetlen, 35 rugott és mindössze 1 kapott gól a mérlege. A cél természetesen nem lehet más, mint a bajnokság és a Magyar Kupa megnyerése. Odáig viszont még nagyon sok elvégzendő munka vár az edzőre és csapatára. Van a bajnokságban 4 olyan csapat, akivel azt mondom, hogy nehezebb. A 8-nál tudunk gyakorolni, tehát ott tényleg föl lehet használni arra a mérkőzéseket, hogy esetleg valahogy készüljél,
De most például a téli felkészülés alatt nagyon szeretnék több nemzetközi mérkőzést játszani, főleg olyan klubcsapatok ellen, akik régóta BL szereplők, tehát egy jó szintet képviselnek, és ott megnézni, hogy igazából mit tud a csapat. Mert általában nehezebb meccseknél a lányoknál van egyfajta, nem azt mondom, hogy félelem, inkább önbizalomhiány vagy valami, tehát mert ők hozzászoktak a könnyebb mérkőzés, és amikor már nehezebb mérkőzés van, és mondjuk pressing alatt tartják őket, akkor már inkább kapkodóvá válik, mint tudatossá a játékuk, és ezt szeretném valahogy elérni a felkészülés alatt, hogy az, amikor nyomás alatt játszol, akkor is tudjál úgy dönteni, mint mondjuk egy könnyebb mérkőzésen. Most még van 3 meccs ebből a szezonból, ebből a félszezonból, utána van egy kis pihenő, és aztán kezdjük a téli felkészülést. Ha jól tudom, megyünk edzőtáborba, ha jól tudom, lesz sok felkészülési mérkőzés nemzetközi csapatok ellen is, illetve aztán persze a végére kell élesnek lenni, ugye a lebonyolítás miatt. Azt gondolom, hogy izgalmas év lesz, izgalmas párharcok lesznek ott még a végén, de nagyon remélem, hogy mi tudunk mindig sikeresen kijönni belőle. Nyugi, gyere! És! Azaz! Limuzinás vagyok, és az edelén is csatlakozom a Telekom mobiltalan programjához. Okos telefonjainkat felajánljuk rászorulóknak. Kárki, aki tud, felajánlhat egy használt, de még működőképes okostelefon. Azokat most jó célra fogjuk tudni fordítani. Én is találtam egyet, ha neked is van egy. Tegyetek ti is így. A részleteket a mobildonor.hu oldalon találjátok. Én már mobildonor vagyok. És te?